Az elmúlt hétvége sem volt tűz- és balesetmentes Tolnavár megyében. Ez a ház Kajdacson gyulladt ki vasárnap. Itt egy családi ház két helysége, valamint a tetőszerkezetet gyulladt ki, a paksi hivatásos tűzoltók vonultak az eseményhez. Ők vízsugarak, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett lángokat. Két propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből, amelynek lakóját enyhe füstmérgezéssel szállították kórházból mentők. Itt hívnám fel a lakosság figyelmét, hogy a füstérzékelők ezekben az esetekben is például segíthetnek, még idejében jeleznek, amikor van lehetőségünk arra, hogy elhagyjuk még épségben az otthonunkat, tehát tudunk ilyenkor mi hamarabb a szabad levegőre célszerű távozni, adott esetben utána már kint áramtalanítani, illetve akár a gázt elzárni. A nem várt tűzesetek több okból könnyen kialakulhatnak, mondja a szóvivő. A tüzet az elektromos meghibásodásokon kívül okozhatja egy égve felejtett cigaretta, gyertya vagy mécses is. Ezen felül még történt egy szabadtéri tűzeset is a hétvégén, ez Decskül területén a tegnap, tehát vasárnap kellett a tűzoltóknak vonulniuk, ide a szekszárdi hivatásos tűzoltók siettek, mintegy 700 négyzetméteren borult lángba a tarló, ezt a zavaroltó, valamint kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Négy alkalommal pedig közlekedési balesetekhez vonultak a tolnai lánglovagok. Idén ezekből összesen már 142 eset volt, 90 sérült el, négy ember életét pedig már nem lehetett megmenteni. A szombaton két személy autó ütközött össze Bonyhádon, a 6-os számú úton. Itt célszerű mindig a sebességet az útviszonyoknak megfelelően megválasztani, nyilván megfelelő állapotú műszaki állapotban lévő gépjárművel közlekedni, figyelembe venni azt az időjárási körülményeket, amelyek lehetnek egy hirtelen leszakadó, lezúduló, akár így özönvízszerű villámárvíz is, lehet az erősebb szél, ami szélökések formájában egyszer jelentkezhet, illetve adott esetben fák is dőlhetnek az utakra, vagy fogágak szakadhatnak az úttestre. A nyári meleg hónapokban pedig a hőséggel is számolni kell. Fontos pótolni a folyadékvesztességet és koncentráltan, biztonságosan közlekedni.